Sziasztok, Szandra vagyok. Ma egy ilyen egészséges életmóddal kapcsolatos videóval jelentkezem nektek. Néhány hónappal ezelőtt csináltam egy olyan videót, amiben bemutattam néhány olyan édességet, illetve nassolnivalót, amit íjeresek, vagy inzulinrezisztenciában szenvedők is fogyaszthatnak. A mai videóban pedig néhány alapvető élelmiszert fogok nektek mutatni, amik mindig vannak nekem itthon, amiket főzéshez, illetve sütéshez szoktam használni, és természetesen IR kompatibilisek. Igazából az egész videó ötlet az onnan jött, hogy néhány nappal ezelőtt kitettem egy Instagram sztorit, amin egy ilyen fagyasztott, almásfahéjas gombóc volt, és akkor rengetegen írtatok, hogy én ezt hol szereztem be. Úgyhogy természetesen azt is el fogom mondani, hogy ezeket a termékeket én hol szoktam beszerezni, hol szoktam általában vásárolni. Úgyhogy remélem, hogy ez egy hasznos videó lesz, nem csak azoknak, akik inzulinrezisztensek, hanem olyanoknak is, akik életmódváltás előtt állnak, vagy már elkezdték, és egy picit tanástalanok, hogy mit is egyenek, illetve hol vásároljanak. Most is szeretném hangsúlyozni, hogy én nem vagyok dietetikus, nem vagyok szakértő, én csak a saját tapasztalataimat, illetve tippjeimet szeretném megosztani veletek, és remélem, hogy hasznosnak találjátok majd. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Még így a legelején szeretném azt elmondani, és szerintem ez nagyon fontos, hogy sajnos nem minden arany, ami fénylik. Tehát amikor elmentek vásárolni, és meglátjátok egy terméken ekkora betűkkel, hogy cukormentes, meg hogy teljes kiörlésű, akkor ez ne tévesszen meg titeket, mindig nézzétek meg az összetevő listát, mert sajnos attól, hogy az összetevők között nem szerepel az a szó, hogy cukor, attól még lehet, hogy van benne valamilyen olyan édesítő, amit IR-esként nem fogyaszthattok. Beteszek majd ide valahova egy képet, amin rajta van, hogy hányféle neve lehet a cukornak különböző élelmiszerekben, és hogyha ezek közül valamelyiket ott találjátok az összetevő listán, akkor azt sajnos nem fogyaszthatjátok IR-esként. Sajnos hasonlóan becsapós lehet a teljes kiörlésű megnevezés is, ugyanis nagyon sok termékben minimális, tehát ilyen 3-4-5% teljes kiörlésű liszt van. Szóval mindig nézzétek meg az összetevő listát, és ellenőrizzétek, hogy miket tartalmaz az az adott termék, amit szeretnétek megvásárolni. De nézzük akkor először a legalapvetőbb élelmiszereket. Kezdjük a liszttel. Nálam mindig háromféle liszt van itthon, pontosabban négy, mert hogy van sima búzaliszt is, és azt szoktam keverni például sütéskor teljes kiörlésű lisztekkel. Amit általában szoktam vásárolni, az a Nagyi Titka teljes kiörlésű tönköly búzaliszt, ezt azért elég sok helyen lehet kapni, úgyhogy viszonylag könnyen elérhető. Illetve szoktam vásárolni teljes kiörlésű búzalisztet is, ez most egy ilyen Aldi saját márkás liszt, de van, hogy valamilyen más márkát veszek. Igazából ahol éppen vagyok, és amilyen márkájú teljes kiörlésű búzaliszt, vagy teljes kiörlésű tönköly búzaliszt van, olyat veszek. És a harmadik fajta liszt, ami szokott még lenni itthon, az a zappehely liszt. Ezt ugye tudjátok úgy is helyettesíteni, hogyha a zappelyhet egészen finomra ledaráljátok, és akkor azt tudjátok gyakorlatilag zappehely lisztként használni. Úgyhogy én ezt a három fajta lisztet használom sütéshez is, illetve főzéshez is, és igazából én teljesen jól el vagyok ezekkel, szerintem ezekből nagyon sok mindent ki lehet hozni. Megmondom őszintén, hogy én ezeket a különböző szafiliszteket, meg ilyesmiket még nem próbáltam. Nem tudom, valahogy egyszerűen nem vonzanak, vagy nem is tudom, nincsen semmilyen ellenérzésem velük kapcsolatban, egészen egyszerűen én tök jól el vagyok ezekkel a lisztekkel, meg mindenfélét tudok velük sütni is, meg főzni is. Úgyhogy nem érzem azt, hogy más ki akarnék próbálni egyelőre. De hogyha ti próbáltatok már valami nagyon tuti szafilisztet, akkor írjátok meg kommentben, és akkor lehet, hogy majd egyszer én is tesztelem. Na szia, mit szeretnél? Meg akarom nézni. Ez nagyon finom. Bizony, ez nagyon finom az a keksz. Igen. Ráadásul még nagyon roppanós. A másik dolog, ami mindig van itthon, az a basmati rizs. Ugye IR-esként ezt a fajta rizst fogyaszthatjuk, illetve barna rizst is, de megmondom őszintén, hogy én azt egyszer próbáltam, és nem igazán jött be. Valószínűleg nem jól készítettem el, de nem, egyáltalán nem ízlett. Ebből is változó, hogy milyen márkáit szoktam venni, ez most éppen egy Riceland Himalaya
baszmáti rizs, de például az Aldinak is van egy nagyon jó saját márkás baszmáti rizse, amit nagyon szeretek. Hát ez rizs, nem tudom, hogy mi minden kellene mondanom róla. Nyilván köretként szoktuk fogyasztani, és tényleg nagyon szeretem, mert finom is, meg jó az állaga is, úgyhogy ha köretekről van szó, akkor a baszmáti rizs az egy nagy kedvenc nálam. És a másik nagy kedvenc, ami viszont sajnos most nincsen itthon, mert elfogyott, úgyhogy vennem kell belőle, az a bulgur. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem a bulgurt. Igazából még egy kicsit jobban is szeretem, mint a rizst. Például nagyon szeretek salátákat felturbózni vele, tehát hogyha szeretném, hogy egy kicsit tartalmasabb legyen a salátám, akkor bulgurt szoktam hozzá keverni, és úgy tényleg nagyon hosszú időre tök jól eltelít. Szerintem tök finom, és nagyon könnyen el lehet készíteni. Én általában úgy szoktam csinálni, hogy körülbelül kétszeres mennyiségű sós, vagy esetleg ilyen húsleves kockás vízben megfőzöm, és gyakorlatilag magába szívja ezt a kétszeres mennyiségű vizet. Ja, és amúgy a gyerekek is nagyon szeretik. A férjem az nem annyira, de mindegy. Ami a köreteket illeti, szoktam még néha venni kuszkuszt, illetve kinoát is, de főleg az utóbbi az nem annyira nagy kedvencem, de néha megkívánom, és akkor veszek azt is. Ami a tésztákat illeti, hát az az igazság, hogy nem túl gyakran szoktam ilyesmit enni. Egészen egyszerűen azért, mert a teljes kiöllésű tészta nagyon-nagyon nem olyan, mint a sima tészta. Szóval más az állaga, meg más az íze is. Szerintem talán két hetente egyszer szoktam valamilyen tésztaételt tenni. Nincs kedvenc márkám teljes kiöllésű tésztából, általában olyat veszek, amilyet éppen találok ott, ahol vagyok. Viszont az érdekelne, hogy ti esetleg próbáltátok-e már ezeket a borsóból, meg ilyen mindenféle zöldségekből készült tésztákat, mert most több márkánál is láttam ilyet, viszont én ezeket még nem próbáltam, igazából nem is tudom, hogy fogyaszthatják-e ezeket íjjeresek, úgyhogy ha nektek van ezzel tapasztalatotok, akkor nagyon köszönném, hogyha megosztanátok velem. A következő dolog, ami mindig van itthon, mert hogy leggyakrabban ezt szoktam sütéshez használni, az a Dia Wellness cukorhelyettesítő, ami negyed annyi vagy négyszeres erejű édesítő néven is fut. Ez eritritol és stevia alapú édesítő, és hát ennek igazából az a lényege, hogy negyed annyit kell használni belőle, mint hogyha cukrot használnál. Tehát igazából ez a fél kilós zacskó, ez nagyon sokáig elég, mert keveset kell belőle használni, egyrészt ezért is szeretem nagyon, másrészt meg azért, mert nincsen semmilyen mellékíze. Nekem igazából ez vált be a legjobban, rengetegféle sütit készítettem már hozzá. Egyébként az Instagram oldalamon találtok egy csomó süti receptet, úgyhogy ha esetleg nem követtek ott, akkor nagyon örülnék, hogyha megtennétek, mert ott szoktam posztolni mindenféle sütiket. Ezt az édesítőt ma már nagyon sok helyen lehet kapni, például Rossmannban, Auchanban, meg mindenféle. Akár az Aldiban is. Na, az Aldiban ott pont nem lehet kapni. Rengeteg webshopból is lehet rendelni, illetve bioboltokban is megtaláljátok, szóval tényleg nagyon sok helyen lehet kapni. Nem olcsó, viszont ahogy mondtam, ez a fél kilós zacskó nagyon sokáig elég. Ezen kívül általában van még itthon eritrit, ez Aldis, Happy Harvest márkájú, illetve eritrit porcukor, mert hogy vannak olyan sütik, amiknek a tetejét meg szoktam szórni ilyen eritrit porcukorral. De megmondom őszintén, hogy én az eritritet nem igazán szeretem sütéshez használni, egyrészt mert nincs olyan édesítő ereje közel sem, mint mondjuk a negyed annyinak, tehát ebből nagyon sokat kell használni, illetve a sütést sem bírja feltétlenül mindig jól, meg ennek számomra van egy olyan mellékíze, amit nem igazán szeretek. Ja, ezt az eritrit porcukrot, ezt az Auchanban vásároltam. Egyébként én általában az Auchanban vásárolok, Aldiban, Rossmannban, illetve Primában, és nagy ritkán szoktam még menni a Lidlbe is. A következő, amiről beszélni szeretnék, az a Koch Light majonéz tojás nélkül, édesítőszerrel, hozzáadott cukor nélkül. Azt hiszem, ez az egyetlen olyan majonéz, legalábbis amit én így ismerek, amit fogyaszthatunk íjjeresként. Mert hogy rengeteg light majonéz létezik a piacon, de sajnos azok csak annyiban lightak, hogy a zsírtartalmuk alacsonyabb, viszont ugyanúgy tartalmaznak cukrot. Ebben viszont nincsen hozzáadott cukor, hanem édesítőszer van benne, úgyhogy szerencsére ezt ehetjük. Nem azt mondom, hogy mindig mindenre majonézt teszek, de azért jó, hogyha ez is van itthon. Illetve most pont elfogyott, de általában szokott még itthon lenni ketchup is.
Szerencsére már több márkának is van olyan ketchupja, amiben nincsen hozzáadott cukor, hanem például stíviával édesítik. Ha jól emlékszem, akkor én a Félix ketchupot szoktam venni, amilyen stíviával édesített, de van már más márkának is ilyen. Ez az apró meg a mandola ital. Nem apró, hanem alpró. Na, Vince már itt spoilerezte, hogy miről lesz szó, mandula italokról, mert hogy én a kávémat most már nagyon-nagyon régóta mandula itállal iszom. Ugye azért szoktam rá erre, mert hogy IR-esként reggel, illetve este nem ajánlott tejet fogyasztani, illetve hát egyébként is ajánlják, hogy érdemes elhagyni a tejtermékeket. Nekem ez még sajnos nem sikerült, viszont a sima tejet azt lecseréltem mandulatejre, és nagyon sokáig kísérleteztem, hogy melyik az a növényi ital, amivel megbírom inni a kávémat, és végül nekem ez az Addez mandula ital vált be a leginkább. Szerintem ez a legfinomabb, ez valahogy olyan krémes, nagyon jó az íze, sok ilyen növényi italla az volt a gondom, hogy kicsit olyan volt, mintha így felvizezné a kávémat. Ez viszont valahogy olyan krémes, vagy nem is tudom nektek elmondani, szóval nagyon finom, nagyon szeretem, nálam ez a best, ez a kedvenc, és ezt is már szinte mindenhol lehet kapni, tényleg drogériákban, hipermarketekben, mindenhol. Ezek a áramok mind lisztek. Igen. De sajnos ennek ellenére mégis néha előfordul, hogy nincsen belőle, hát valószínűleg annyira népszerű, hogy gyakran kifogy a készlet. Na, olyankor szoktam venni ezt az Alpro cukormentes mandulaitalt. Ebből is létezik többféle, szóval ennél is jól nézzétek meg, hogy melyiket veszitek, mert van olyan, amiben van valami fajta édesítőszer, amit mi nem fogyasztatunk. Úgyhogy ez is egészen jó, nem mondom azt, hogy annyira nagyon jó, mint az Addez, de megközelíti azt. Hatalmas kedvencem még a pokoloko teljes kiöllésű wrap, amiből most sajnos nincsen itthon, de ha valahol találok, akkor biztos, hogy venni fogok belőle 2-3 csomaggal, mert ezt is nagyon sok oldalra lehet felhasználni. Én szoktam belőle csinálni quesadillát, vagy ilyen tortilla tekercset, sőt még pizzát is. Viszont nagyon fontos, hogy a Pokolokónak van egy másik hasonló terméke, ami azt hiszem multigrain névre hallgat, és az ilyen sok magvas magokkal megszórt wrap, de az viszont nem teljes kiöllésű, úgyhogy nagyon figyeljetek oda, hogyha ti ilyen teljes kiöllésű wrapet szeretnétek venni, hogy nehogy összekeverjétek ezzel. Jöjjön egy kis nyalánkság, ez itt a Diablo hozzáadott cukormentes csokis mogyorókrém édesítővel. Hát figyeljetek, ez valami zseniális. Szóval ez tényleg olyan, mint a Nutella. Sajnos. És a másik sajnos az az, hogyha túl sokat eszem belőle, akkor bizony az nem annyira jó a gyomromnak. Azt hiszem amúgy a maltit az, ami a gondot okozza. Rá is van írva, hogy túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet. Úgyhogy ebből tényleg nem lehet sokat enni, viszont nagyon finom. Anya, ha elköszöntél, ezt megmondod mi? Az csoki. Egy táblacsoki. Egy táblacsoki, igen. Majd mindjárt arról is beszélek. Ez igazából amiatt van itthon, hogyha mondjuk csinálok palacsintát, akkor magamnak ezzel meg tudom kenni, vagy esetleg ezt is tudom süteményekhez használni, de néha van olyan, hogy megkívánok egy kis édességet, és eszem ebből egy kanállal, és tök jó vagyok. De hát a palacsintát nem azzal szokták megkenni, hanem Nutellával. Hát ez is hasonló, mint a Nutella. Ebből egyébként létezik ez a csavart verzió, és tudjátok, amilyen fehér-barna csíkos, és ez nagyon nem olcsó, sőt, inkább drága, de én úgy vagyok vele, hogy mivel egyszerre nem lehet belőle sokat megenni, vagy legalábbis én nem tudok, így nekem megéri az árát. Ez is lehet amúgy ma már egy csomó helyen kapni, van a DM-ben is, meg talán a Rossmannban is, Osamban is, szóval biztos, hogy megtaláljátok hipermarketekben, sőt, akár drogériákban is. Régebben egyébként a Torresnak a mogyorókrémjét vettem, ami egyébként szintén finom, bár szerintem ez finomabb, de azzal is hasonló problémáim voltak, mint ezzel, szóval abból sem tudtam túlzottan sokat megenni, ami egyébként nem feltétlenül baj. Most melyikről beszélsz? Na most akkor beszélek a csokiról. Jó? Én figyelj. Na és akkor, ha már Vince itt a csokit emlegette, akkor hadd mutassam meg nektek ezeket a sokőr
csokikat, amiket az Aldiban lehet venni, ebből többféle verzió létezik, van sima tejcsoki, van ilyen sötét csoki, vagy étcsoki, van ez a mogyorós, van fehér csoki, meg mindenféle ízesítések, és én általában ezeket szoktam venni, nem feltétlenül azért, mert olyan nagy csokievő lennék, inkább sütéshez szoktam ezeket használni, bár ezt a mogyorósat, ezt kifejezetten evésre vettem, de a tejcsokit, illetve a sötét csokit, meg a fehér csokit, azokat sütéshez szoktam használni, és abszolút jól beváltak nekem. Illetve amit még sütéshez szoktam néha venni, az a vável csoki, azt is rengeteg helyen lehet már kapni, drogériákban, hipermarketekben, illetve a Torrásznak is vannak ilyen sima tejcsoki, étcsoki, meg fehér csoki. Úgyhogy én ezeket tudom igazából ajánlani sütéshez, vagy akár így nassoláshoz is. Illetve szintén sütéshez és nassoláshoz is ajánlom nektek ezeket a gullonkekszeket. Ezt fogyaszthatják ijeresek, illetve van még a gullonnak több olyan keksze is, amit fogyaszthatunk ijeresként, viszont nem mindegyik gullonkeksz ilyen. Teszek majd be egy képet, hogy mik azok a gullonkekszek, amiket fogyaszthatnak inzulinrezisztensek. Ezt a kekszet én nem nagyon szoktam így önmagában eszegetni, de nem azért, mert ne lenne finom, hanem mert egyszerűen nem vagyok az a típus, aki így kekszet nassolgat, hanem én ezt főleg sütéshez szoktam használni, főleg sajtorta alapjához. Na és akkor itt van az a bizonyos fagyasztott ilyen félkész gombóc. Ez egy almásfahéjas gombóc, teljes kiörlésű liszttel és édesítőszerrel. Én ezt a Lidl-ben szoktam vásárolni, és isteni finom, de tényleg, még a gyerekek is nagyon szeretik. Igazából ezt főleg miattuk vettem. Nyilván én is szoktam enni belőle, és azért is vettem ezt, hogyha megkívánom, akkor ehessek én is belőle, de a gyerekek is imádják. Úgyhogy ha a Lidl-ben járok, akkor ebből azért szoktam venni 2-3 csomaggal, hogy legyen itthon a fagyasztóban. Az Aldiban szoktam még venni teljes kiörlésű haludacskákat, bár ezeket sem feltétlenül magamnak, hanem inkább a gyerekeknek, mert úgy vagyok vele, hogy ha már esznek haludacskát, akkor legyen egy picit egészségesebb verzió, és az Aldiban lehet kapni teljes kiörlésű haludacskákat, úgyhogy azt is ott szoktam venni, illetve szintén az Aldiban szoktam venni nagy kedvencemet, a Knuspi kis mogyorókrémes ilyen ostya szeletkéket. Bár az az igazság, hogy már ebből sem eszem annyit, mint amennyit mondjuk évekkel ezelőtt, amikor rátaláltam, mert hogy akkor tényleg naponta megettem egyet, de általában ebből is szoktam tartani itthon, hogyha megkívánok valami édességet, akkor megeszem egyet. Így első körben azt hiszem, hogy ennyi lett volna, de hogyha azt mondjátok, hogy tetszett nektek ez a videó és hasznos volt, és szeretnétek, hogy csináljak belőle még egy részt, akkor valószínűleg össze fogok tudni szedni még annyi élelmiszert vagy ételt, amit bemutathatok egy következő videóban. Úgyhogy ha tetszett ez a videó és hasznos volt nektek, akkor nagyon örülnének, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, illetve írjatok kommentet is, hogyha van kedvetek. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!